Sütkérezik a bébifóka pécsi állatkertben. Június 15-én született az új jövevény. Ezt a kordont állították az állatok medencéjéhez, hogy ne háborgassák túl közelről a látogatók a fóka családot. Eredetileg körbejárható a medence, ezt szüntették meg a kicsi születése után. Fennáll annak a veszélye, hogyha körbeállják a látogatók, akkor olyan helyre viszi az anyuka a gyerekét, ahol nem nagyon látszanak, és ugye felesleges stressz éri őket. Ezért úgy gondoltuk, hogy a kordont majd szépen fokozatosan fogjuk beljebb pakolni, és hát ez biztos, hogy egy időigényes dolog lesz. Én azt mondom egyébként, hogy így most a jelenlegi helyzetben az anyaállat, illetve a gyerek is jól érzi magát, mert ugye megvan az a biztonságos távolság. A gondozók azonban folyamatosan figyelik a kicsi fejlődését. Az etetés az jól működik nála, gyakorlatilag a teljes műszak alatt felügyelet alatt áll az állat, és folyamatosan nézik, hogy eszik-e a picike. Többször is látták már szopni egyébként, tehát ez azt jelenti, hogy Donka is megfelelően látja el az anya feladatait, illetve a picike is tudja azt, hogy mi az a teendő, amit neki csinálni kell. Rendkívül kíváncsi, tehát hogyha hasonlítani kéne, akkor tiszta apja, nagyon, nagyon szociális, kedves, rendkívül kíváncsi, az egész kifutót bejárta már. Az anyafóka, Donka egy németországi állatkertből érkezett Pécsre. Bonifác az apa Nyíregyházáról. Érdekesség, hogy a szülők egy évben és egy napon születtek, 2015. július 16-án. Még nem tudni a borjúfóka nemét, mert az anyja annyira félti, hogy nem enged hozzá közel senkit. Azt viszont már elhatározták a gondozók, hogy Mannának fogják hívni a kicsit.